A mai videóban egy igen különleges szabályról lesz szó, mégpedig a közvetett szabadrugásról. Nézzük is meg hát, hogy pontosan mi is ez. A közvetett szabadrugások azok lényegében szabadrugások a 16-oson belül. Ilyenkor következik be az a komikus esemény egy labdarúgó mérkőzésen, mikor az ellenfél játékosai tömegesen állnak a kapuban és próbálják kivédeni a lövést. Ennek a pontrugásnak a lényege, hogy le kell passzolni a labdát, mielőtt rálőnék azt a kapura. Mivel ha pusztán kapura rúgnának, úgyhogy más játékos nem ér a játékszerhez, a labda hiába kötne ki a hálóban, mégis kirúgás következne. Ki hitte volna, hogy már az is szabályhoz van kötve, hogy hogyan lehet kapura lőni egy labdát. Egyébként erre van egy speciális játékvezetői jelzés is. Ugyanis a bírók a fejük felé emelik a kezüket, és mindaddig ott tartják, amíg a labdát nem lehet a kapura rálőni. Amint egy másik játékos is hozzáér a labdához, akkor engedhetik csak le a kezüket. Ezzel is jelzik a játékosoknak, hogy mikortól szabad célba venni a kaput. Ha ezt a játékvezető rosszul jelzi, és esetlegesen elfelejti leengedni a kezét, vagy éppen felemelni, abban az esetben a pontrugást újra el kell végezni. Na de nézzük is meg, mikor ítélnek közvetett szabadrugást egy csapatnak. Közvetett pontrugás jár, ha a kapus szabálytalanságot követel a saját 16-osán belül. Az ilyen esetek például, ha 6 másodpercnél tovább tartja kezében a labdát, továbbá ha a labda korábbi birtoklása után azt ismét kézzel érinti, mielőtt más játékos érintette volna, vagy akár ha kézzel érinti a labdát, amit csapattársa szándékosan hazarúgott, kivéve ha fejjel mellett combbal tette ezt. És ha kézzel érinti a labdát, amit közvetlenül egyik csapattársa által elvégzett bedobásból kapott. De nem csak a hálóőr szabálytalanságát büntethetik így. Ugyanis közvetett szabadrugás jár azért is, ha egy mezőnyjátékos a saját 16-osán belül veszélyesen játszik, akadályozza az ellenfél mozgását, és hátráltatja a kapust abban, hogy a kezében tartott labdától megszabaduljon. A közvetett szabadrugást arról a helyről kell elvégezni, ahol a szabálytalanságot elkövették. De ha a kapu előterében történt az incidens, akkor a legközelebbi pontról kell elvégezni, ekkor viszont az ötös vonalán. Egyébként 1874-ben lett bevezetve ez a szabály, vagyis pontosabban akkor lett megkülönböztetve a többitől. Ugyanis abban az időben minden szabadrugás közvetett volt, tehát a játékosoknak előbb le kellett passzolniuk a labdát minden pontrugásnál, és csak utána lehetett a kaput célba venni. Sőt, minden elkövetett szabálytalanság, ami a 16-oson belül történt, az közvetett szabadrugást eredményezett, mivel nem létezett a 11-es. Egészen 1891-ig várni kellett a büntető bevezetésére. Ekkorra fogalmazódott meg a szabályalkotók fejében, hogy érdemesebb lenne egy komolyabb büntetést adni a kezezésért, illetve szabálytalanságokért a 16-oson belül, és ez lett végül a büntető. Ti láttatok már olyan mérkőzést, amiben közvetett szabadrugást adtak az egyik csapatnak? A válaszotokat írjátok le kommentben. Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor mindenféleképpen dobd rá egy lájkot és iratkozz fel további focis tartalmakért. Hajrá magyarok, hajrá félidő!